Unfield Shop. Pólók, pulcsik, bögrék, genyók. Link a leírásban. Na hát szevasztok gyerekek, itt vagyunk a Róka Challenge negyedik részében. Hogyha az előzőeket nem láttátok volna, ide felkártyázom és ott megtudjátok tekinteni őket. Hát most már nagyon ezt nem kell kevergetnem, de azért... Tudom, hogy szereted a telefonod lejteni és kivégezni pár hét alatt az üvegfóliát. Jaj, de aranyos vagy. Ja igen, mert nálam általában mindig az van, hogy egy üvegfóliát felteszek, és mindig lejtem. És gyorsan kivégzem. Kapsz egy strapabíró telefont, amit működésképtelenné kell tenned. Nem kell rögtön felrobbantanod, csak szépen hajladj vele. Légy a kreatív lassú halál. Ez biztos, hogy menni fog nekem. Higgyétek el, srácok, én ebben jó vagyok. Kezdjük el! Szóval megérkeztünk ide a helyre, ahol szét fogjuk szadizni első körben ezt a telefont, vagyis hát megpróbáljuk. Itt a telefon, Arcos Sense 50X-es, úgyhogy meg is nézzük. Jó, igazából én már láttam, ugyanis kicsit töltöttem is rá, hogy igazán ki tudjuk úgy próbálni, hogy valóban működőképes marad-e maga a készülék. Amúgy nem is néz ki olyan szarul, tehát hogy alapvetően jól néz ki. Így néz ki a cucc, nem tudom mennyire látszik, jó kis vastag, ilyen üzé, ilyen nekem kellett volna, amikor gyerek voltam, mert akkor minden telefonomat szétcsesztem, véletlen. Oké, nagyjából egy ilyen 4-5 feladatot fogunk ezzel a telefonnal csinálni, hogy kitapasztaljuk, hogy megnézzük, hogy mit bír, ilyeneket mondjuk biztos kibír. Hú, ezért anyám megvert volna régen. Hát ezt, srácok, hogy mutassam meg? Na, látszik a cucc? Hogy igazából egy kis kosz került rá, de azon kívül semmi. Van rajta egy ilyen sima fólia, hát egy ilyen karcolás ellen egy fólia, de hát nyilván az lószart nem ér, ezt le kéne szedni, nem? Bocs, Arcos, én ezt most leszedtem. Tehát maga a cucc az így van. Egyébként ezt nem is gondoltam volna, hogy ezt így kibírja, tehát hogy tényleg semmi karcolás nincsen rajta. Ilyen kisebb foltok vannak, de hát ez csak ilyen kis kosz. Úgyhogy gyakorlatilag ezt jól bírta. Hát, hogyha az elejével jól bírta, akkor most a hátuljával azt is kipróbáljuk. Mennyien néznek hülyének, azt nézem. Na, hát a hátulján egyébként látni, hogy ez a fémes felület elkezdett ettől egy picit lekopni. Látjátok? De azon kívül tulajdonképpen szerintem a kamerát nem is érte maga az ütés, de az teljesen szép állapotban van, úgyhogy hát ilyen kisebb kis izék látszódnak, de azon kívül teljesen jó állapotban maradt. Most pedig olyan lesz, ami még nem volt. Hoverboardot már ismerjük, nézzük meg, hogy mit hozunk össze ezzel, illetve a hoverboarddal. Oké, srácok, szóval azt fogjuk most csinálni, hogy megfogom a telót, rákötöm valahogy a hoverboardra, menni fogunk, és ez meg így csattog hátul. Jó hülye vagyok, mi? Oké, de ezt a telefont, ezt tényleg arra kaptuk, hogy ezt bombázzuk szét, nézzük meg, hogy mit kaptunk, mármint, hogy értitek, hogyha én ezt vettem volna, tehát hogyha én ezt megveszem, az életben nem csináltam volna vele ilyet, mint akik vannak olyan emberek, te hallod, megveszik az iPhone 10-et, azt izé, aztán mit csinálnak vele? Ledobják, innen, onnan. Jó, mondjuk biztos visszajön az ára. Jó napot kívánok, hallod? Ezt egy kicsit máshogy gondoltam. Nem nagyon megy rá. Hát ez a Cellux, ez, srácok, nem fog arra szolgálni, hogy megvédje a telefont, attól nem kell félni. De meglátjuk, hogy mit okoz ez vele. Na, ilyen igényesen lett akkor rá Celluxozva. Most jön ez, hogy a hoverboardra is rányomjuk. Unfield shipping. Izé. Hát ez meg, mit tudom én, ezt hogy szakítsam le? Működik? Na nézzük akkor! Oké! Na gyere! Reméljük nem jön le! Induljunk! Ilyen hülye is csak én vagyok, hogy ilyet csinálok amúgy. Mit fogok én ezért kapni? Gyere! Gyere, kicsi telefon! Alright! Na, menjünk még egy kicsit! Kicsit gyorsabban, csak én azért félek ettől a gyorsaságtól, mert
Nem kéne itt vagánykodnom, mert nem nagyon tudok én ezzel menni. Hát nem tudom, én úgy látom, hogy nem sérül sem ennyire. Nem tudom, hogy ti mennyire láttátok a felvételen, de akkor nézzük meg, mert azért mentem egy tempóval, ne? Hát a külsején látszanak sérülések valóban. Ó, baszki, olyan jó rátettem, hogy hú-hú-hú! Jöttem a cucc le! Hallod? Hát be nem tört a képernyő, ahogy látom. Basszus, de jó, hogy ezt a telefonom kell visszaadni. Szóval, ami fellelhető, hogy ez itt egyre jobban elkezdett már izéni, csiszulódni, jön le a cumó, egy kicsit itt is megkopott, még van néhány helyen ilyen izé, az oldalán is látszanak ilyen kopások, látjátok? Na most, a kijelzőn azon kisebb, ilyen úgy, hogy nincs rajta ugye semmi fólia, egyébként működik itt a cucc, úgyhogy nincs rajta semmilyen fólia, ilyen kisebb kis izék voltak rajta, látod? Ilyen kis cummák, ahogy így ütődött a földhöz. Tehát ahhoz képest szerintem teljesen jól működik, hogy be se tört meg semmi. Remélem látszik a képernyő. Aha, itt látszik. És minden jól működik. Na, srácok, nem bohóckodunk. Mutatnám először is a telefont, hogy ez itt is szépen be van állítva. Tulajdonképpen itt láthattok nagyon-nagyon messze, mutassuk meg, hogy nagyon-nagyon messze, de láthatok 10 méterenként ilyen, nem is tudom, narancsárga neon színű bójákat. 10 méterenként be van jelölve egészen 50 méterig, és ezt innen, ezzel, mert hogy bele ne törjön a lábam, így egy ilyen speciális, rendelhető, gyakorlatilag lábvédő, űr technológiával felszerelt lábvédőt fogok használni erre, és hát kijelző az ott van, úgyhogy úgy fogom elrúgni, hogy telibe a kijelzőt rúgom el. Meglátjuk, hogy hány méterre sikerül elrúgni, és mi lesz vele, hogy egyáltalán utána működik-e a kijelző. Attól nem félek, hogy ahogy esik le, akkor lesz baja, mert ugye ilyen mocsáros helyez, vagy hogy mondjam, hát hó van, meg sár, az mocsár. Hocsár. Fú, basz. Akkor szerintem én ebbe bele is mennék, de úgy levenném ezt a kabátot, csak a mikroport így van felrakva, mindegy. Na, egy dobásom van, többet nem engedünk meg, és hát akkor sok sikert kívánjatok, köszönöm. Nyomjuk! Hú, amúgy nem tudom miért félek. Félek, mindegy, nyomjuk. Ja, és utána akkor gyorsan fussunk utána, és nézzük meg, hogy hol a cucc. Jó? Oké? Okay? Mi van, nem találjuk meg? Na, erre nem gondolt az okos fejünk. Na jó, mindegy, rúgjuk. Ez a telefon egy nagy troll, srácok. Na most nem hogy 10 méterig, mindenig repült el, mert én nem tudom, ezt majd ti meglátjátok most, hogy ez hogy történt, de azt sem tudom, a fólia hova tűnt a lábamról. Hova tűnt a lábamról fólia? Oké, tehát mondjuk azt, hogy ez, aha, az ott is maradt. Az ott maradt. Akkor még egyszer ezt megpróbáljuk, mert ezt nyilván én csesztem el. Hát alárugtam. Alárugtam, de hogy annyira alárugtam, hogy nem tudom, aha, de itt is látszik, így az arcomba jött gyakorlatilag az egész, és az orromba belement a hó. Oké, srácok, akkor következő próba, ugyanoda letettük, most igyekszem nem a havat eltalálni, jó? Tehát, hogy így, hát na. Akkor 50 méter a max, ahova el tudom rúgni. Mi még attól fostunk, mi lenne, hogyha oda berúgnám a rákba, akkor hogy találnánk meg? Azt elment ilyen nagyjából egy méterre. Oké, nézzük. De mi nem megy? Eltaláltam. Mi nem megy? Hát ebből nem egy próba lesz, mert én el akarom rúgni legalább 10 méterig. Most nagyjából olyan 3 méterre repült el, vagy 4. Már kettő ilyen, hát azért rugást kapott. Vagyis hát mondjuk azt, hogy egyet. De alapvetően a kijelző az ugyanúgy funkcionál. Jó, most nem látszik. Mindegy. Még működik, az a lényeg. Oké, okay. Mi van, hogyha fektetve kell elrugni? Hol a surranom? Te ez egyébként mindig leesik? Vagy hogy van ez? Srácok, utolsó próba, ez működni fog. Érzem magamban. Senki nem néz hülyének egyelőre. Nézzük.
Azt a rohadt életben, de fáj! De fáj! Azt a... Kurva igen! Na menjünk, hova esett? Azt mondja, hogy 10, 20... Hát ilyen, ilyen 28 méterre repült el a telefon. Ott van a sárban. Itt van. Azt a rohadt teget, szerintem nekem eltört a lábujjam. Hát itt a cucc. Kicsit sáros. Megmossuk. Otthon majd kap fürdetést, ugyanis a következő feladat az az lesz, hogy megfürdetjük. Na, hát hogy mutassam. Tehát ugyanígy funkcionál a cucc. Nyilván külső sérülések nem lesznek rajta, tehát csak egy kis sár, meg ilyesmi, de a lényeg az az, hogy a kijelző még mindig, pedig most tényleg telibe találtam, szerintem a koppanás az hallatszott is. Rohadt módon a nagy lábujjammal. Na jó, srácok, menjünk haza, kap egy kis fürdetést a cucc, és megnézzük, hogy az bírja el biztosan, de megnézzük, és utána még lesz egy érdekesség. Na hát, igazából ez nyilván nem egy nagy cucc, ez szerintem minden telefon kibírja, valószínűleg ez is még ilyen kopottas állapotban is, ugye itt van maga a cumó, jó, működik, csak még picit párás, mert épp most értünk haza. Piszenyávokként, nem tudom, halljátok-e. Na, öntöttem egy kis vizet bele, meg kell fürdetni, ugyanis nagy bevetésre fogjuk most tenni egy egész napra. Úgyhogy egy kis ezért is kell nekem. Ha. Egy kis szappan, osztorolt életben az így spriccel. Szóval kicsit megmosdatjuk a telefont magát. Ugye itt van maga a cucc, működik teljes mértékben. Kicsit átmossuk, mert tényleg brutális. Azért akarom kicsit átmosni, mert úgymond ez lenne egy feladat, hogy hú, hát bírja a vizet, de nyilván ez bírja. Viszont amit én kitaláltam. Oké, elmondom közben, hogy mit találtam ki, csak tényleg ezeket a ragasztós lószarokat le akarom róla mosni. Amit kitaláltam, az az, hogy lefagyasztjuk. Egy egész napra. Betesszük egy ilyen kis műanyag lószarba, és egy egész napot benne lesz. Na, hogyha az kibírja, akkor tényleg mindent kibír, szerintem azt már nem fogja kibírni, és megkapom a kódot. Úgyhogy szerintem az átmosdastás az sikeresen lezajlott, és nyilván hát ettől működik most. Nem is vártam azt, hogy hú, most aztán nem fog működni. Működik. Na, és akkor most lehet igazából a mai nap eredményeit megnézni. Ezen az oldalon, hát itt látszanak ilyen kisebb kopások, ilyesmi, viszont elől teljesen érintetlen a képernyő, ott is azok a kisebb lószerok vannak, amit mondtam, ez most mit akar itt? Nem tudom mennyire látszik, de tényleg gyakorlatilag semmi durvább izé nincsen rajta. Hát a betontól van egy kis, vagy aszfalttól van ilyen kisebb izék, de semmi extra. Oké. Egyelőre szerintem azt leállíthatod. Na, és akkor itt a cucc, és azt fogjuk csinálni, pont belefér a telefon. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy így szépen beleengedjük. Hát szerintem egy ennyi víz ennek elég, nem? Szépen beleengedjük, rátesszük a fedelet, és akkor beteszem a fagyasztóba, és akkor várunk vele holnap reggelig, most van nagyjából olyan dél, és hát akkor meglátjuk, hogy holnapra ezzel mi lesz. Hogy ez szépen lefagy, és akkor széttörjük, király lesz. Na mindjárt. Na szóval, elérkezett a reggel, megmondom őszintén, már egy 10 perce ki van véve, és azért hoztam be ezt a lavort, mert kicsit már megengedte maga a víz magát, vagy a jég magát. Úgyhogy, hát akkor nézzük meg. Egy ekkora jégtömb, ami tulajdonképpen nem is látszik, de hogy így itt van. Az alján a cucc, és ilyen nagyon-nagyon szépen oda van fagyva. Várjátok egy picit. Na. Aha, nem is kellett húskloffoló. Hát ráfagyott szépen minden. Nézzünk egy bekapcsolást. Ha ezt bekapcsol, én hülyét kapok. Mi a szar? Srácok, ebbe volt benne, hát tiszta jég, csak hogy hadd mutassam. Akkor ez a feladat nem is sikerült? Na jó, arra viszont kíváncsi leszek, hogy működik-e a maga kijelzője. Ezt én nem hiszem el. És a hangszórók, mindjárt kipróbáljuk, hogy a hangszórókkal mi van. Hogy az működik-e, vagy ilyesmi. Hát de hát ezt nem hiszem el. Oké, én nem tudom, hogy bizonyítsam, mert
itt van, mutasd meg, Léci. Közelről, hogy ott a helye, tehát hogy ez így benne volt, láttátok ti is jól. De most ez szerintem nem fogja kérni ilyen. Jó, mondjuk lassan kapcsol be. Tehát vannak problémák, de ahhoz képest. Aha, tehát azért lemerült, meg mit tudom én, de működik. Működik a cucc, nézzünk már valami hangot. Vagy YouTube-ot, vagy valamit. Ja, Istenem, már mit csinálok. Muszáj a saját videómat benyomni, mert ha nem, akkor copyright lesz itt az egész. De halkap, szerintem akkor az befagyott, vagy nem tudom. De hogy a szarba bírta ki a izét? A fagyást? Már alapból az aksi. Hát nem tudom. Jó, hát akkor ezt nem sikerül. De, ugye azt mondtad az elején, hogy három, tehát hogy a négyből háromnak kell sikerülnie. Tehát tulajdonképpen akkor mehetek az ajándékért a következő részbe. Na, hát akkor következő részbe, srácok, megyünk az ajándékért. Úgyhogy a számokat össze fogjuk szépen rakni abban a videóban, és zúzunk a koordináták alapján megjelölt helyre. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, hát ez most nem sikerült. Azt hittem azért ez már kivégzi, de nem. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha tetszett, nyomassatok rá egy lájkot, akár fel is iratkozhattok Unfield Shop Facebook oldal, és minden itt van a leírásban. Pisztácia, és szevasztok! Yeah, 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 yeah.